Tóth Olivér színész Túrkevén nevelkedett, ahol meghatározó élményei lettek a versekkel, a szerepléssel és a színjátszással kapcsolatban. A kis Olivér tehetségére az irodalom tanárnője figyelt fel, aki folyamatosan bíztatta arra, hogy lépjen fel a települési rendezvényeken, induljon el szavaló versenyeken. A tehetséges színész gyermekkorában nagyon szeretett verselni, a labdarúgó edzésekről hazafelé szívesen szavalta el Babits Mihály Fortissimo című versét. 19 esztendős korában már a Madách Színházban játszott közös szerepet Psota Irénnel. Szerepel továbbá az egyik legnépszerűbb magyar sorozatban, a Barátok közben és az Éjjel-nappal Budapestben is. Azt gondolom, hogy számomra a legfontosabb a színészet, igen. Igen, sok minden más kanyar jött az életembe, a ceremónia mesterség és a teológia, ami elvitt engem időszakokra is, viszel a mai napig is. Én ezekre büszke vagyok, ezeket nagyon szeretem. Tehát, hogy a kérdésedre válaszoljak, ez így van a gyerek számára, és még egyet, ha visszalépek, azt gondolom, hogy óriási felelősség lenne az iskolák és a szülők számára, hogy felfedezzék a gyermekekben a tehetséget. A gyermek nem tudja magáról, annyit érez, hogy ez olyan könnyedén megy, vagy könnyebben megy, mint a matek mondjuk, és szívesen elmondom azt a verset, vagy könnyebben megtanulom, látok benne fantáziát, és igen, az első versek közül nekem a levél a színészbarátomhoz, a Babits Mihály Fortissimo verse, ami azért a felnőtteknek is nagyon-nagyon komoly vers lenne, ez már gyerekkorban, ezek az első versek, amiket persze a anyám tyúkja meg, őrizzem a szemed mellett, megtanultam. És hát a kedvencem, arra emlékszem, képzeljétek el, én Túrkevén nőttem föl, és a Túrkevei utcákat sétálom, ugyanis én futballal foglalkoztam, ahogyan már beszélgettük, és azon kapom magam, hogy a Hajnali Részegség című verset, ezt éveken keresztül mondogattam magamba, sétálva a Túrkevei utcákon, ami egyébként hát a költészet egyik leghosszabb és legnagyobb költeménye, hogyha lehet ilyet mondani. Szóval ez olyan magától értetődő volt gyerekkorban még, igen. Szeretném megemlíteni Zsike tanárnőnek a nevét, és meg egy picit át is jár egyfajta érzés most, hogy megemlítem az ő nevét, hogy olyan szeretettel és tisztelettel volt a művészet iránt, irodalom tanárként, és remélem esetleg, hogy nézi majd ő is, ha nem, akkor elküldöm neki, hogy én rám a mai, lehet azt mondani, hogy bármilyen értelemben a mai művészet, amit én elértem abban, őnek óriási szerepe volt. Óriási szerepe volt, hogy fiatalként én velem törődött, sokat foglalkozott azzal, hogy hogyan lehet ebbe az irányba menni, bátorított, hogy menjek, jelentkezzek iskolába. És hát mondom, ez azért nehéz, mert tudod, 16-17 éves fiatalként a gólrugás vagy a csajozás az sokkal inkább központi személyiségek jellegzetes tevékenysége volt. Ezért is mondom, hogy én mondjuk matekból azért nem emlékszem bizonyos dolgokra, mert csajozni voltam, úgyhogy nem voltam az órán. És a Zsike tanárnő pedig óriás, tehát hogy ő valamit nagyon látott bennem. És ma is nem arra emlékszem, hogy milyen tehetséges vagyok, hanem arra emlékszem, hogy a tanárnő mennyire azt gondolja, hogy én tehetséges vagyok. Én kívánom nagyon sok fiatalnak, hogy ezt az érzést élje át, hogy egy tanár meglátja benne a tehetséget. Úgyhogy ezek a versek, nem tudom, hogy jó választások ezek a versek egyébként egy fiatal gyerek számára, és főleg azért, mert Mennyből az angyal, mondjuk, az egy igazi forradalmi vers, és emlékszem, hogy mondom tizenakárhány évesként a templomba. Nagyon kiabálva mondtam, hogy menjen az angyal Budapestre. De ma már nem így mondanád. Hát, ma már teljesen máshogy gondolkodik, igen. Tudod, mennyire lehet őszintén beszélni? Hát figyelj, azért tudod, egy irodalom tanárnak és egy nem színészettel foglalkozó tanárnak bizonyos elképzelései vannak arra, hogy hogyan lehet őszintén gondolatokat versekbe közvetíteni. Tudod, van egy olyan fajta, hogyan lehet gyerekeknek verset mondani, kicsit meg ütem is van. Akkor ebből azért mi elrugaszkodtunk. Tehát, hogy a versmondó versenyeken egyébként nyertem egyszer országos versmondó versenyt akkoriban. Azért ott nagyon meglepő volt, hogy valaki tényleg, tehát hogy én rájöttem, most így visszagondolom, én a Babits Fortissimóra emlékszem, amivel egyébként nem a
az országos nyertem, hanem voltam külön díjas vele. Ott én a Fortissimo-ban rengeteg harag és rengeteg fusztráltság, tehetetlenség van. Nem azt adtam én át, hogy milyen az, mikor a háborúba elveszítjük a hozzátartozóinkat, ami abban a versben van, hanem sokkal inkább milyen érzés elhagyatottva lenni Isten által, hogy hiába próbálok változtatni dolgokon, nem sikerül, és ezt a mai napig emlékszem, hogy én a szüleimnek a küzdelmeit, az alkohol problémáit, az állandó veszekedésekből való fájdalmat, azt hogy sikerült gyerekként belerakni valahogy, de iszonyatos ordítozásba kezdtem egy ilyen Fortissimo vers közben, és láttam mai nap, emlékszem a zsűri arcára, hogy nézzük, hogy Jézus van ebben a gyerek. De nem is az volt, hogy milyen ügyesen mondja, hanem hogy mennyi harag van ebben a fiúban. Tóth Olivér Zsike tanárnő javaslatára jelentkezett a Budapesti Színművészeti Egyetemre, ahol sajnos csak az első osztályig jutott. Annyira szeretett szerepelni és különböző karaktereket megformálni a világot jelentő deszkán, hogy ezután nem adta fel és felvételt nyert a Teátrum Színi Akadémiára. A rendezők és a mesterei felfigyeltek Olivér tehetségére, már 19 esztendős korában szerepet kapott a Madách Színházban. Az ő javaslatára elmentem jelentkezni a színművészetire, ami nem sikerült elsőre. Vagyis hát az első rosta az sikerült, viszont fölvettek a Teátrum Színi Akadémiába. És ide elmondok egy poént, hogy évek óta azt mondom mindig, és azt hazudom. Máshol, hogy én Gornagy Máriás voltam. Egyébként az oka ennek az, hogy tudod, azt ismerik. Tehát ha nem színműre jártál, akkor Gornagybe jártál, és akkor még mindig azért jó színész, mert Gornagyos voltál. Ugye évek óta hazudom azt, hogy Gornagyos voltam. Játszottam együtt a Gornagyosokkal, meg voltak közös óráink, meg a Gyöngyösi Tamás tanár úr az sokat adott számunkra, ugyanúgy, mint a Gornagyban közös órákon, de én Teátrum Színi Akadémiás voltam. 19 évesen te egyszer csak a Madách Színház színpadán kapsz egy lehetőséget. Az nagyon kétélű kard. Az egyik oldala, hogy óriási büszkeség számodra, hogy valami elindult, és mondjuk a Psota Irénnel egy zárt jelenetben már próbálgathatod a szárnyaidat ide. Azért elmondom, hogy kínálok a takarásba, a Psota bent mondja a saját dolgait, és egyszer csak orvosként be kellett jönni, és a Szirtes Tamás tanár mondta, hogy tessék, bejöttem, ez volt az esküszöm, bejöttem ebbe az óriási térbe, megláttam az Irént, és mondtam, hogy elkezdhetjük újra. Meg sem bírtam szólalni. Tehát ennek azért olyan súlya, értéke volt. De most a másik oldala azért ugyanennek a kardnak az az, hogy fiatalon nagyon fontos, hogy ha oda nem egészséges lelkülettel kerülsz, és kimondod magadnak, hogy csupán a legtehetségesebbek érnek valamit, vagy a tehetség a mérvadója az ember értékének, akkor nagyon el lehet csúszni. Akkor nagyon komoly sérüléseket lehet beszedni magadnak, ami nekem sikerült is. Sikerült, mert elindult az elején egy nagy lendülettel, rengeteg szerepén, 2 évet töltöttem ott, és utána belekerültem az összes darabba, és azért végül alapvetően egyfajta segédszínés státusz lett. Tehát nem lettem az a eget rengető tehetség, amit én elfogadtam volna, hogy az kell, hogy legyen. És ez nagyon fontos, hogy a mai napig küzdök ezzel, és ezt én úgy gondolom, hogy a Madásból hozom, hogy addig, amíg az a fal át nem törik, hogy én egy elismert szakmai minőséget képviselek, addig nem vagyok hajlandó az életemet elfogadni. Ez az egyik legbetegebb gondolat, amit ember gondolhat magáról. Más szakmákban ez kicsivel könnyebb. Picivel könnyebb, hogy reggel bemegyek, dolgozok, és a munkám az a munkám. És ma ezen dolgozom, egyébként nagyon sok és hosszú éves problémák lettek ebből későbbiekben. Nem gondolom, hogy csak ebből, és ez nem a Madách Színháznak köszönhető, hanem nekem köszönhető, hogy én ezt fogadtam meg ebből az időszakból, de én kívánom minden fiatal művésznek, hogy a tehetségét, az ajándékát, azt mint egy lehetőséget dolgozni, vagy minőséget képviselni tekintse, nem mint az értékét az életének.
A legtöbb színésznek van nagy szerepálma. Tóth Olivérnek a Varsó Melódia, ami egy kétszereplős prózai darab. A művészek ebben a darabban igazán ki tudnak teljesedni. A mű egy bánatosan szép történet, amit a szerelem himnuszaként emlegetnek. A történetben egy orosz fiú és egy lengyel lány egymásba szeret. 10 évvel később, amikor találkoznak, már mindketten házasok. Újabb 10 év elteltével kerülnek össze megint, de akkor már késő, a régi érzelmek fellángolása ellenére is. Ezt a karaktert szeretné igazán megformálni Olivér a színpadon. Varsói Melódia. Ez egy kétszereplős prózai darab, és egy szerelmi történetet ível át, fiatal tinédzser kortól egyébként, éppen ezért már lassan ideje lesz eljátszani. De a tinédzser rész az az eleje, és egészen öregkorig egy olyan szerelmi történet, ahol két ember életét végigmutatják, akiknek a majdnem szerelem végig megtörténik, és az életük óriási sikertörténet, de a legfontosabb része az egymás felé történt szerelem soha nem jön létre. És ez a legnagyobb törése az ő életüknek. Tehát fájdalmat játszasz végig az elején, egyfajta kialakuló szerelmet, és óriási színészi lehetőség egy 16-18-tól 60-70 éves korig végig játszani egy életet. Olivér színészként a legjobban a Barátok közt sorozat felvételei közben érezte magát. Nagyon kedvesen fogadták, bíztatták és elmondták a kollégái és a főnökei, hogy szükségük van rá és a tehetséges és egyedi színészi alakítására. Én nekem egy nagyon-nagyon sikeres időszak volt a Barátok közt, és én mindig szeretem megemlíteni, hogy soha még előtte nem dolgoztam olyan jó munkakörnyezetben, amit az RTL Klub a Barátok közben képvisel. És szerintem szakmailag ez azért fontos, mert az elfogadásnak, a befogadásnak van egy kreativitása. Tehát előhoz belőled egy olyan oldalt, egyébként itt most is átélem ezt, hogy te nyitottsággal, kedvességgel fogadsz, és ez egyfolytában kihoz belőled valamit, szívesen adod át, amit gondolsz. Nem gondoltam soha egyébként, hogy fájdalomról vagy elszigeteltségről fogok itt most beszélni, és, vagy mondjuk a Zsike tanárnőről, és tudod, ezeket neked lehet köszönni. De most ugyanez jellemző az RTL-nek erre a részére, hogy ott kialakult egy olyan társaság, aki szeretettel fogad. Nem kamu szeretettel, hogy mi mi a legjobb barátaid vagyunk, hanem mi kíváncsiak vagyunk rád, mi kíváncsiak vagyunk a tehetségedre. És ettől elő, én például egy biszexuális gonosz fiút játszottam. Se nem vagyok gonosz, már így alapvetően, se nem vagyok biszex, és tudod ezt a fajta szexualitást meg, egyébként a mai napig ilyen 30-40 más oldalon álló fiútól kapok a leveleket. Régebben még magyaráztam, hogy figyelj, heteroszexuális vagyok, ez csak egy szerep, ma már csak tilt. Huszáj, mert egyébként nem értjük meg egymás, hiába beszélgetünk. Úgyhogy én nagyon hálás vagyok azért az időszakért. Szóval én nagyon élveztem, nagyon élveztem. Volt egy pont, nem lehetett tudni, hogy egy fél év után mikor vagy hogy lesz vége ennek, nem is feltétlenül lett ez így nagyon előre közölve, hanem egyszer csak láttam, hogy egész héten én forgatok egyfolytában, és az olyan nagyon furi volt, és kiderült, hogy akkor ez most a karakternek igazából jön a... Engem börtönbe vittek, úgyhogy akár még vissza is tudnak hozni. És képzeld el, hogy vége volt az utolsó jelenetnek. Megköszönték a stáb, nagyon-nagyon érzékeny búcsú volt, és én soha életemben nem sírtam így, hogy vége van valaminek, és hogy én esküszöm, hogy utána sírva jöttem el, mert ott otthon éreztem magam. Az ifjú tehetség szerepet kapott az Éjjel-nappal Budapestben. A sorozat egy trendi apartmanban játszódik, a vibráló főváros szívében. Ez ad otthont 8 fiatalnak, akik lakótársaként élnek együtt. A fiatalok különböző egyéniségek, különböző álmokkal, vágyakkal, de egy dolog biztosan összetartja őket. Imádják a fővárost, ahol élnek, amely nem más, mint Budapest. És közel nagy részben a színészethez olyan értelemben, hogy mint a szakmának az a része, amit lehet tanulni iskolákban, stb. Itt egyetlen egy részedre támaszkodik rá, a felszabadult, ráérző képességedre. De nagyon, a srácok nagyon jól fogadtak. Ott a szereplőkkel én nagyon jó barátságot alakítottam ki, a Joey-tól kezdve, akkor még szerepelt benne a Zsolt, akit Marcinak hívtak. A Gabival nagyon jóba vagyok, aki Peti egyébként. És hát a legjobb talán azt tudom mondani, hogy a legközelebbi viszonyom az a Lalival alakult ki, aki egyébként egy iszonyatosan intelligens, nagyon jó fej srác, a mai napig beszélünk, hogyha tudunk. És
számomra mégis, nem tudom, az más volt. Az nem, nem, ott én is más pozíciót töltöttem be. Nem azt sikerült elérnem magamban, amit ott a társaságban szerettem volna. Úgyhogy élményben az más volt, a barátok közt volt inkább a kiemelkedő. Tóth Olivér tervei között szerepel a családalapítás és egy szerető feleség. Ehhez először a saját életét kell rendbehozni, és meg kell tanulni elfogadni önmagát. A színész céljai elérése érdekében minden nap azon dolgozik, hogy változtasson eddigi életén. Családot szeretnék. Szeretnék egy feleséget. Nagyon régóta, 20 éve szeretnék egy feleséget. És úgy érzem, hogy készen állok arra, hogy valakinek a méltó társa lehessek. Ezen dolgozni kell azért. Ez egy érzékeny terület. És nagyon szeretnék egy családot. Szeretnék örökbe fogadni a gyereket, és szeretnék saját gyerekeket. És ma már ez egy nagyon fontos része az életemnek. Nem megy könnyen az én múltammal, amiről nem beszéltünk, de azt érzem, hogy változtattam azon, hogy nem egy nőtől várom most már a megoldást, hanem én szeretnék lenni egy nő számára a megoldást. Ez nagy különbség.